Egy különleges könyvet szeretnénk mindenkinek a figyelmébe ajánlani, Tom Pandának egy könyvét, a szerző Libri irodalmi díjas, az Omerta, vagy a Hallgatások könyve, amit a kezemben tartok. Azt is mondhatnánk olyan jellegű, mint egy családtörténet, de igazából nem egy családtörténetét dolgozza föl, hanem egy térség és azon belül az ott élő emberek, akik egymással kapcsolatban állnak, az ő történeteik elevenednek meg 4 könyvben összesen. Kali könyve, Vilmos könyve, Annuska könyve és Eleonóra könyve mind egy-egy szereplő szemszögéből dolgozza fel az eseményeket. És ezek az események azért is nagyon érdekesek, mert én megvallom őszintén, nagyon keveset tudtam mindarról, ami Kolozsvárban, illetve Erdélyben, Kolozsvár környékén a II. Világháborút követően lejátszódtak az ottani magyarság életében. Ezeknek a szereplőknek a úgymond visszaemlékezéseiből, illetve a leírásaiból, történet elmondásából megismerhetjük az ottani hétköznapokat, és láthatjuk azt, hogy hogyan alakult ki az a diktatúra rendszer, illetve az a szocializmus, amelyben aztán egy-két helyen már megjelenik Nikolaj Ceausescu is, de még abban az időszakban zajlik a java történet, amikor kialakulnak a TSZ-esítések, a gyárakban rengetegen dolgoznak, teljesen átalakul Kolozsvárnak a környéke, a régi termelőhelyek, azok a kiskertek, amelyekből gazdag terméseket vittek a piacra, mind eltűnnek, és hogy hogyan érik meg ezeket azok a szereplők. Nagyon tanulságos kötet, ugyanakkor egy nem könnyű olvasmányról van szó, de mindenképpen a figyelmébe ajánlom mindenkinek. Látható egyébként a kötet végének köszönet nyilvánításban, hogy szereplői élő emberek, illetve olyan személyek voltak, akiknek a történetét a szerző Tom Pandra fontosnak tartotta feldolgozni. Nagyon reméljük, és jelenleg a szervezés folyamatban van, az ünnepi könyvhéten most 2021-ben már lehetnek rendezvények. Tom Pandra már elvállalta, hogy eljön hozzánk majd, és beszélgethetünk vele.